kiesés elől menekülők rendezvúja Felcsúton, azaz jön a Puskás Akadémia Mezőkövesd találkozó. A házigazdák mindössze 3 pontra állnak a kiesést jelentő 11. helytől, és a hátralévő sorsolást figyelembe véve ezen a mérkőzésen nyílik reális esélyük a 3 pont megszerzésére. Ami pedig az összeállítást illeti, azzal, hogy Knezevics visszakerült a pályára a kezdő 11-be, hogy ott van Szakály, hogy ott van az előző fordulóban a forduló csapatába választott Urblik, nem lehet azt mondani, hogy ez egy védekező felállás lenne. Egyébként 3 helyen volt változás az előző fordulóhoz képest, és ugyanez elmondható a Mezőkövesdről is, ahol Szeles, Eperjesi és Szalai került be az előző meccshez képest a Mezőkövesd kezdő 11-ébe a szokásos 4-4-2-es felállással. Amadou megy el a bal oldalon, szép csellel vissza is húzza, érkezik a második hullám, és egy óriási helyzet, ami kimarad a Mezőkövesd részéről, Cseri. Nagyon szép volt, ahogy Amadou megfogta a labdát és betette. Cseri átveszi, és éles szögből ellövi. Ez ki. Érkezett Cseri mellette, ellövi messziről, és nem is volt veszélytelen. Hegedűsnek kellett eldőlni rá. Cseri. Most döntés volt Vajdát megjátszani kint a jobb oldalon, akire nagy húzódik ki. Vajda bebőrözi, jött bent a 16-oson belül, Vajda még, és a rövid saroknál hatalmasat védett Hegedűs. Hát ezt szépen csinálta Vajda Sándor, az kétségtelen. Főleg az a kötény volt nagyon szép. Nagyot eddig nem nagyon hozták még zavarba eddig ezen a mérkőzésen, főleg nem így. Cseri. Nagyon könnyelműen eladott labda a Kövestől. Knezevics. Lendületben Knezevics bevieti a 16-oson belülre, gól! Josip Knezevics góljával vezet a Puskás Akadémia, és Knezevics ezzel 10 gólos. Ő a Puskás Akadémia legeredményesebb játékosa. Knezevics úgy ment itt keresztül, mint kés a vajon, és a rövidre sikerült elrúgnia Szappanosnak, amiért nem fogják megdicsérni a kapust. De ettől függetlenül itt le lehetett volna esetleg ütköznie Szalainak Knezevicset, még akkor is, ha kap érte egy sárgát, az még mindig jobb, mint hogyha kapnak egy gólt. De hát harc után okos a katona. Nyilván, ha ezt most visszanézik majd a kövesdiek, akkor ők is azt mondják, hogy azért itt lehetett volna mást is csinálni. Mutari. Nem tudja megtartani. Nagyon határozottan lépett be Szolnoki, és viszi tovább az akciót. Knezevics kint a jobb oldalon, középen Vega, Knezevics már a 16-oson belül. Knezevics még mindig beemeli középre, és elcsúszott Szolnoki. Itt van még egyszer, szabálytalanul sem tudja Iszlai megállítani. Ez a megkerülős csel is bejön, és Szolnoki Roland egyszerűen elcsúszik.